Tessék, gyertek! Álmom megmentője, majd ígért, hogy visszatér. Szeretem volna ebben az évben kicsit mással kijönni, valami olyasmit mutatni, ami nagyon egyszerű, ami tényleg arról szól, hogy mindennapi életről való történetek, és ezt úgy elénekelni, vagy beleönteni egy olyan egyszerű dalba, ami nagyon fülbemászó lesz, és mégis hallani, hogy én éneklem. Most kell élni az életet, ne félj, csak szeretni kell és kér. Ez a fajta dal a legnehezebb klip szempontból, mert nem egy pörgős dal, nagyon kicsit ilyen filmes jellege van a hangszerelésnek. Így próbáltunk meríteni abból, hogy ugye egy filmből, és akkor olyan sztorikat összehozni, ami tényleg bármikor megtörténnek az életben. Én vagyok az az ember, aki látja a különböző párokat, mindig látom külön, hogy mi történik az adott párral, és úgymond én vagyok az egésznek a mesélője, hogyha lehet ilyet mondani, a narrátora. Azt kérlek, ébresz fel, már véget ért a dél. 10 óra alatt talán leforgattuk az egészet, és ami két nyelven, ugye, mert angolul is készült. Én sose tagadtam azt, hogy én szeretném, hogyha külföldön is játszanák, vagy ismernék a zenémet. Mindig valahogy automatikusan jönnek ezek az ötletek, hogyha készül egy dal, és ugye megíródik a magyar szöveg, akkor automatikusan csinálunk egy angolt is, hiszen sose lehet tudni, hogy akár, nem tudom, a közeli országok, vagy Portugáliában, ugye, ahol voltam, elkezdik majd játszani a rádiót. Csak szeretni kell, és kész. Különös bakik nem voltak, ha bár ugye én hírhet vagy híres vagyok, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnem a szövegekre, általában elfelejtem őket, vagy kiesik egy-egy szó, és akkor ugye én halandzsázni egyáltalán nem tudok. Úgyhogy az volt, hogy mindig kértem a menedzseremet, hogy kiabálja be az első szót a magyar verziónak, vagy az angolnak, és akkor én folytattam, és volt, hogy kicsit azért félre énekeltem azt, amit kellett volna. Nagyon jól kitalálták azt, hogy vajon ki az, akire én végig várakozom, és hogy kiderül-e, amikor kinyitom az ajtót, hogy kiáll ott, és nem derül ki.